Ez a videó csak is oktatási céllal jött létre, nem minősül semmilyen befektetési tanácsnak. Kérlek, olvasd el a teljes kockázati figyelmeztetést, mielőtt megnézed ezt a videót. Üdvözlök mindenkit az ELTI piaci körkében, május 9-e hétfő van, és mielőtt belevágnék a mai kis mondókámba, szeretnék egy-két fontos dologot kiemelni. Első körben szeretném megköszönni azt a rengeteg támogatást, amit az elmúlt másfél évben kaptam. Körülbelül másfél évvel ezelőtt kezdtem el videókat feltölteni ide a YouTube csatornámra, és a hétvégén sikerült elérni a 2000 feliratkozót. Ez egy szép kerek szám, és alapvetően sosem gondoltam volna, hogy ilyen rövid idő alatt ideig is el fogok jutni. Szándékosan nem hirdettem magam sehol, kíváncsi voltam, hogy organikusan hova lehet eljutni és mennyi idő alatt. Természetesen nem a számok miatt csinálom ezt az egészet, igazából nekem ez csak egyfajta visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy az, amit csinálok, az esetleg mások számára is értékes és hasznos, és tudnak esetleg ebből profitálni, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi támogatásban volt részem. A másik dolog a pénteki videómmal kapcsolatos, pénteken elkészült az idősíkok közötti kapcsolatról szóló videóm, és egy kicsit a tervezetnél hosszabb is lett. A végén úgy éreztem, hogy nem vagyok teljesen elégedett magammal, sok mindent szerettem volna még elmondani, és ettől függetlenül mégis rengeteg pozitív visszajelzést kaptam. Lehet, hogy csak néha az én fejemben van, hogy nem elég jók a videók, mert mindig próbálok jobbat és jobbat csinálni, hogy tényleg minél több hasznos információval tudjak szolgálni, és sokszor járok úgy, hogy amikor már elkészült a videó, még egy rakás jó dolog eszembe jutott, ami aztán kimaradt a videóból, és ezért van bennem egyfajta ilyen állandó maximalizmus, de nagyon hálás vagyok, hogy ennek ellenére mégis hasznosnak találtátok a videómat, és sok pozitív visszajelzést kaptam. Így ez a hétvége elég érzelemdúsra sikerült a számomra, úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer a rengeteg támogatást és a pozitív visszajelzéseket, de az élet megy tovább, és csináljuk tovább a videókat. A múlt hétre nem lehet panaszunk, elég mozgalmas héten vagyunk túl, egyrészt köszönhetően a híreknek, ugye kamatdöntések voltak, munkanélküliségi adatok voltak fontos kiemelt hírek bizonyos párokon, ezek hoztak egyrészt csapkodásokat is, viszont akadt egy-két olyan devizapár, amin nagyon szép elindult folyamatok is vannak, úgyhogy ezekről is beszélünk, és a mai videóban első körben inkább csak ilyen lehetőségvadászatra indulunk, és csak azokon a párokon fogok elidőzni, ahol a lehetőség van, ott, ahol esetleg a mai gyertya már új mélypontra ment, ott nincs értelme tovább időzni, meg kell várni, hogy ott megtörponjanak az árfolyamok, és majd utána tudunk beszélni róla. Úgyhogy nagyjából erre lehet számítani a mai videóban, úgyhogy vágjunk is bele, folytatás következik a Forex Factory oldalán. És már itt is vagyunk a Forex Factory oldalán, a hétfői napot elnézve túl sok izgalomra nem lehet számítani, viszont az nem jelenti azt, hogy nem lehetnek jó mozgások, ugye múlt heti hangulat akár még a hét elejére is átragadhat, úgyhogy érdemes lesz figyelni. Ilyenkor a hétfői napon azért érdemes megvárni a napos gyertyák zárását, az a biztos. Ha átmegyünk a keddi napra, itt sem nagyon látunk kiemelt híreket, esetleg itt az esti órákban lesznek majd USA dollárral kapcsolatos beszédek, erre esetleg érdemes figyelni, tehát a keddi napon is érdemes megvárni az esti órákat, és utána megnézni, hogy a napos gyertya hogy zárt. Gyorsan fogok végigszaladni a mai napon a Forex Factory oldalán, mert nem túl sok kiemelt hír van. Itt a szerdai napon lehet esetleg fontos az OPEC meeting, az olajjal kapcsolatos hírek, és aztán a délutáni órákban USA dollár CPI adatok, tehát a szerdai nap hozhat inkább első körben hevesebb mozgásokat, és aztán a nap végén meglátjuk. Számítani itt a délelőtti órákban elsősorban a GBP párokról lesz szó. Ezek között túl sok kiemelt adat nincsen, itt megint csak a délutáni órák lesznek érdekesek, USA dollárra kapcsolatos hírek, tehát itt megint a szerda és a csütörtök hozhat esetleg inkább mozgásokat, és aztán a péntek már egy csendesebb napnak tűnik, viszont itt is a kiemelt hírek között, a narancssárgás hírek között elsősorban USA dollár párok vannak, tehát úgy tűnik, hogy a hét inkább csak az USA dollár párokról szól, lesznek közben azért GBP és euró hírek is, NZD és japán jen hírek is, de ettől függetlenül igazán kiemelt hírrel nem sokat találkozhatunk, úgyhogy így néz ki a hét jelenleg, de ettől függetlenül, amit itt nem látunk hírekben, megtörténhetnek a csártokon, úgyhogy ezért érdemes mindig a csártokra koncentrálni, mert minden szükséges információ ott van, hogy meghozzuk a döntéseinket. Így ennek tudatában átmegyünk a csártokra, és megnézzük, hogy hogy zártak a hetes gyertyáink, és hol találunk esetleg jó belépési lehetőséget, hol vannak fordulós alakzatok. Ugye általában két dolgot szoktam keresni, fordulós alakzatokat még akár a hetes szintek alatt, vagy pedig a hetes szintek törése utáni visszateszteket keresem. Meglátjuk, hogy a héten ebből mennyi lesz, úgyhogy folytatás következik az X-Station felületén. És már itt is vagyunk az USA dollár index 7-es gyertyán, ugye általában mindig ezzel kezdem az elemzéseket, és jól látható, hogy már a mai napi gyertya tulajdonképpen egy újabb, legmagasabb pontra ment, tehát áttörve az előző hét szintjét,
Viszont, hogyha kicsit összébb húzom a chartot, itt azért látható, hogy egy fontos szint környékére érkeztünk, egy két évvel ezelőtti legmagasabb pontra, és ha még egy kicsit jobban összehúzom a chartot, akkor azt is látjuk, hogy egy jó pár évvel ezelőtt, az mondjuk 2, 3, 4, 5, 5 és 6 évvel ezelőtti csúcsra is jöttünk, és amit látszik itt, ugye egy nagy W alakzat. És általában a nagy W alakzatok után előbb-utóbb jönni fog majd egy visszateszt, hogy itt mennyire lesz szignifikáns áttörés, vagy csak egy fals kitörés, és aztán visszarántják a piacok. Ugye itt a héten főleg dollárpárokban kell gondolkozni hírek tekintetében, tehát meglátjuk, hogy itt megyünk tovább felfelé, vagy pedig esetleg lesz egy visszatesz, és ez egy fontos szint lesz az árfolyamnak, és innen újra lefordulunk. Itt azért látható, hogy itt azért heves mozgásokat hozott ez a szint, tehát itt is könnyen előfordulhat akár a héten, hogy komoly mozgások lehetnek. Nem tudjuk, hogy ez mikor fog megtörténni, de mindenképp ugye arra számítok, hogy előbb-utóbb a heves mozgások, a nagy kanoncos gyertyák után lehet esetleg arra gondolni, hogy megtorpolhat az árfolyam, jöhet egyfajta konszolidáció, vagy pedig elindulhatunk hevesen lefelé. Ez még a jövő zenéje, de egyelőre még dollár erősödésben lehet egy darabig gondolkozni. Akkor vágjuk is bele, és nézzük át első körben a főbb devizapárokat, ugye dollár, japán és CHF párokat, és ugye ezt is már nagyon sokszor elmondtam, hogy kezdők számára nem javaslok több devizapárt, ezeket a párokat, amiket itt most első körben át szoktam nézni, ezeket javaslom beállítani, esetleg legyen egy 14-15 devizapár, amin kereskedni tudnak, és csak devizapárok, tehát index, olaj, minden más felejtős, mert azok nagy mozgású devizák, tehát aki most kezd bele esetleg a kereskedésbe, akkor ezt az első 14 devizapárt javaslom kereskedésre, úgyhogy vágjunk bele. GBP/USD-vel kezdünk. Ugye a héten semmi más nem fogok keresni, csak egy dolgot, hetes szintek alatti fordulós gyertyákat, vagy pedig hetes szint törés utáni visszateszteket. Ezt a két lehetőséget keresem, és ott, ahol, mint például most GBP/USD-n is, hogy lejött az árfolyam egy újabb mélypontra, ami azt jelenti, hogy ezt a hetes gyertyát mindenképp türelmesen meg kell várnom, hogy ez hogy fog zárni. Úgy itt most már azért több hete esik az árfolyam, és ha kicsit összébb húzom a chartot, azért jól látható, hogy itt azért fontos szintek környékére érhetünk le, de meg kell várnunk, hogy hol lesz ennek a vége. Ugye több hét esés után általában, hogyha eléri azt a mélypontot, akkor jönnek azok a bizonyos heves mozgások, felpattanás, visszaszúrás, és aztán utána egy kis kanócos gyertyával, kis testtel tulajdonképpen véget ér a folyamat, és aztán jöhet egy inside bározás, oldalazás, megpihenés, vagy pedig egy heves mozgással újra elindultunk felfelé. Nyilván, amikor ekkora lejtmenetben van az árfolyam, akkor könnyen előfordulhat az, hogyha elérte a mélypontot, akkor akár heves mozgással vissza is ránthatják, de amíg ez nem történik meg, ilyen esetben, ilyenkor már nem kereskedek itt. Következő dollárpárunk, euró-USA dollár. Itt is ugye azért még látható egy lejtmenet, viszont itt egy kicsit megtorpant az árfolyam. Ez a két héttel ezelőtti legmélyebb pont jelenleg még nem sérült, közel állunk hozzá. Elég egy apró hír, ami esetleg leszúr ide, és már ki is rakította az újabb mélypontot. Ezt itt türelmesen meg kell várni, hogy itt mi történik. Mivel itt még ugye nincs olyan lezárt gyertya, ahol zöld fordulós gyertyát látunk, itt megint nincs tendő, ilyenkor egyszerűen csak tovább kell lapozni, és tényleg csak arra az egy-két devizapárra kell koncentrálni, ahol a lehetőség van. Így már megyek is tovább, következő NZD/USD. Itt is azért elég komoly lejtmenet van, nézzük meg mekkora, mint kés a vajban jön lefelé az árfolyam, és ugye arról beszéltem a múlt héten is, hogy könnyen lejöhetünk erre a szintre, ami egy több évvel ezelőtti mélypont, mindjárt kicsit összébb húzom. Ugye egyrészt itt átvitte, úgy tűnik, ezt a 3 vagy 4 évvel ezelőtti szintet, 1, 2, 3, 4 évvel ezelőtti legmélyebb pontot, következő éves szintünk az itt van, és jó eséllyel ez meg is fog történni majd valamikor. Nyilván itt az látszik még, hogy itt ebben még nagyobb esési lehetőség van, potenciál, de mivel nincsenek visszahúzódások, nincsenek jó belépési lehetősége, én ilyenkor ezeket már nem kereskedem, mert itt a szintek környékén jöhetnek azok a bizonyos heves mozgások, és én abból szeretek kimaradni. Megvárom a folyamat végét, és majd utána keresem a lehetőséget, ami még valószínűleg egy pár hétbe beletelik, úgyhogy itt sincs teendő. És akkor utolsó dollárpárként, ausztrál dollár, USA dollár. Itt annyiban más a kép egy kicsit, hogy ugye még a tavalyi év szintje és az idei év jelenlegi legmélyebb pontja még nem sérült, tehát hogyha ez így maradna, nyilván itt is még lesz majd valószínűleg egy leszúrás, itt is megjöttek a heves mozgások, de hogyha ez a szint tartja magát, akkor előbb-utóbb ebből lehet majd egy újra felpattanás, ha csak le nem jövünk itt is egy újabb mélypontra, mert ugye itt is bejöttünk egy több évvel ezelőtti sávba, egy 3 évvel ezelőtti sávba jöttünk vissza, és ugye arról is beszéltem, hogyha itt tartja magát,
még lehet, hogy csak egy visszateszt lesz, visszateszteljük ezeket a szinteket, ugye itt a hetes szintünk és az éves szintünk is, a 3 évvel ezelőtti legmagasabb pontunkra is akár visszajött az árfolyam, és ebből még utána lehet még egy újabb lejövetel, és akkor lejövünk ide a sáv aljára. Ez még nagyon messze van ettől, tehát rövid távon mindenképp meg kell várni, hogy itt mi történik, és esetleg, hogyha újra elindul az árfolyam, akkor első körben alulról visszatesztelheti a 3 évvel ezelőtti sávot, és itt jöhet akár áttörés is, meg jöhet lefelé fordulás is. Tehát itt majd csak rövid távon lehet kereskedni egyelőre. Mivel itt is újabb mélypontok vannak, és itt ez a hetes gyertya szintje is valószínűleg sérülni fog itt a közeljövőben, ezért majd át kell itt is húzni a vonalainkat, de egyelőre hagyjuk. Megyünk tovább. Jönnek a japán párok, USA dollár japán, ugye itt már jó pár hete elég komoly emelkedésen van túl az árfolyam, és itt is a mai gyertya már tulajdonképpen a 2 héttel ezelőtti legmagasabb pontot átvitte, úgyhogy át is helyeztem. Ilyenkor, amikor új legmagasabb pontra megy az árfolyam, és tovább kellett húznom ezt a vonalat, ilyenkor ezen a páron már az adott héten biztos, hogy nem kereskedek, előbb-utóbb biztos vagyok benne, hogy itt is el fog akadni az árfolyam, és aztán jöhet majd egy lefordulás, egy megtorpanás, viszont addig, amíg nincs jele, addig itt nincs teendő. Így itt is mehetünk tovább, következő GVP japán, itt viszont még shortos a történet, ugye arról beszéltem, hogy felszúrt nagyon szépen ide pár héttel ezelőtt erre a Fibó szintre, aztán visszatesztelte ezt a Fibó szintet, és még egyelőre nincsenek fordulós alakzataink, tehát a visszaesésből nincsen újabb zöld gyertyánk, és amíg ez nem történik meg, addig itt csak csapkodás lesz, túl közel vannak a szintek, türelmesen meg kell várni ezeknél a pároknál, hogy mutasson egyértelmű fordulást, vagy egyértelmű irányt, és csak utána kereskedünk, és amikor ez nincs meg, egyszerűen tovább kell lapozni. Következő párunk euró japán, ugye itt a múlt héten volt egy trade alertem, és nagyon szépen bekötöttük, és igazából most jött meg csak a hét végére az a fordulós gyertya, amiről mindig beszélni szoktam, ugye arról beszéltünk, hogy itt van egy nagyon fontos hetes szintünk, és itt ez a 2 héttel ezelőtti gyertya, ezt visszarántották, szint fölött maradt teste, és a múlt heti gyertyánk az már egy fordulós zöld gyertya volt. Itt ugye kisebb idősíkon, mivel felfelé vártam az árfolyamot első körben, ott 4 óráson be tudtunk lépni. Igaz, hogy azóta túl sok minden nem történt, de ugye arról beszéltem, hogy jó eséllyel akár megcsinálhatja ezt a Fibó szintünket, úgyhogy türelmesen meg kell várni. Nem egy őrült tempóban halad az árfolyam, de türelmesen várunk, és megnézzük, hogy mit tudunk ebből kihozni. Majd a kisebb idősíkon látjuk az elsőleges célárat, ami egy napos szinten lesz, és meglátjuk, hogy utána azt át tudja-e törni, és megyünk tovább a Fibó szintre. Ez is egy nagyon jó példa arra, hogyha valaki türelmesen megvárja ezeket a fordulós gyertyákat, és csak utána keres belépőket, akkor sem marad le semmiről. Hiába léptem be itt a H4-en, igazából pár pipet nyertem csak, nem vagyok sokkal előrébb, és igazából ezek azok a gyertyák, amik megerősítik egyértelműen az irányt, mert még hét közben simán lejöttünk volna akár shortosba is. Nyilván kisebb idősíkon láttuk az alakzatokat, ezért is mertem belépni, de ettől függetlenül a legbiztosabb mindig az, hogyha megvárjuk ezeket a fordulós gyertyákat, mert ez mutatja egyértelműen, hogy jó esélye újra felfelé mehetünk. Ezt akár még mint lehetőséget is megjelölhetjük, mert igazából ez egy nagyon szép fordulós alakzat, fontos szintek környékén vagyunk, és még van hely felfelé is, tehát ez egy nagyon szép kis fordulós gyertya. Én ezeket a folyamatokat keresem, ezeket a fordulós gyertyákat fontos szintek környékén, vagy pedig szinttörések utáni visszateszteket. De mehetünk is tovább, következő párunk NZD japán, itt viszont teljesen más technikai kép fogad, ugye itt egyrészt shortos alakzatban vagyunk, viszont egy emelkedő trendnek a visszatesztjében, ugye itt jelenleg a hetes szintek alatt vagyunk, és ilyenkor ugye, amit a múlt heti videóban is beszéltem, ilyenkor érdemes megnézni. Én általában ezeket a visszateszteket, tehát a long irányú elmozdulásoknak a visszatesztjeit, ami counter trend, tehát trend ellen kereskedés jelent, nem nagyon szoktam már preferálni, ezeket türelmesen meg szoktam várni, megvárom az utolsó legmélyebb pontot, itt megvárom esetleg egy kanócos gyertyát, egy zöld fordulós gyertyát, és utána gondolkozok csak felfelé, mert mindig a trend irányba való kereskedés a nagyobb lehetőség, a jobb lehetőség, és abban van a nagyobb pénz. Ezek rövid távú elmozdulások, nem nagyon tudjuk megmondani, hogy pontosan hol lesz a vége, sokkal nehezebben tervezhető, és ezért kis idősíkon esetleg rövid távon lehet ezeket kereskedni. Múlt pénteki videóra visszautalva, hogyha felmegyünk egy pillanatra csak a havi chartra, és megnézzük, hogy hol van a havi gyertyánk, akkor nézzük meg pontosan a havi gyertya szintjét, az utolsó legmagasabb havi gyertya szintjénél van az árfolyam. Tehát itt két dolog történhet, vagy jön egy kis fals kitörés lefelé, visszateszteljük ezt a szintet, és utána vissza fogunk zárni a havi gyertya fölé, vagy pedig nem is sérül ez a havi gyertya, hanem egyszerűen majd elindulunk előbb-utóbb felfelé. Nyilván, amíg a kisebb idősíkokon nincsen meg a megerősítés,
addig itt nem kereskedünk. Hogyha visszamegyünk a hetesre, és egy pillanatra lemegyünk a naposra, bár ezt majd ugye utána is át fogjuk nézni, jól látható, hogy egyelőre még oldalazásban vagyunk, és itt most a mai napi gyertya, tulajdonképpen a jelenlegi legmélyebb gyertya ebben az esésben, de szerintem ez még nem ért véget, türelmesen meg kell várni, hogy itt esetleg lesz felpattanás, és amíg nem jövünk vissza ide ezekre a szintekre újra, hogy nem törjük át felfelé, addig itt nem lesz jó kereskedés. Ezért érdemes ilyenkor a hetes csártról felmenni a havi csártra is, hogy lássuk a folyamatokat, hogyha visszatesztben gondolkozunk, és ezt a három szintet használjuk, a napos, a hetes és a havi szinteket, és látjuk, hogy mekkora távolság van a két szint között, akkor azt lehet kereskedni, de itt mindenképp, mivel fontos havi szint környékén is vagyunk, ezért érdemes itt kiszállni első körben, megvárni egyfajta visszatesztet, és megnézni, hogy utána mi várható. Tehát én itt a havi szinteknél biztos, hogy kiszálltam volna. Tehát a napos, a hetes és a havi szintek közötti távolságot lehet kereskedni, viszont a szinteknél mindenképp érdemes kiszállni, amíg nincs szignifikáns havi szint törés, addig itt hosszú távú shortról nem beszélhetünk, és itt jöhetnek ezek a csapkodós időszakok, itt jöhetnek majd fordulós gyertyák, úgyhogy ezt türelmesen meg kell várni, hogy ezeknek a szinteknek a környékén mi fog történni. Mivel egyelőre jó belépési lehetőségről itt sem beszéltünk, nincsenek meg a feltételek, nincsenek fordulós zöld gyertyák, így már megyek is tovább, és utolsó japánjen párként, ausztrál dollár japánjen. Itt ugye ez is egy érdekes szituáció, itt is ugye hetes szint alatt vagyunk, és ugye múlt héten arról beszéltem, hogy várnék egyfajta visszahúzódást, ezt nagyon szépen meg is csináltam múlt héten, de nézzük meg, teste már nem tudta átvinni. Ugye ez két dolgot jelenthet, vagy egyfajta visszatesz csak a hetes színnek, és aztán jövünk újra lefelé egy ABCD alakzatba, egy kicsit mélyebbre, vagy pedig újra át tudunk törni felfelé, de amíg nincs napos szinten felfelé, addig jó eséllyel itt még bármi megtörténhet, tehát türelmesen meg kell várni itt is majd, hogy mi fog történni a következő napokban, és ezt jobban majd a napos idősíkon fogjuk látni. Ha itt is felmegyünk a havi chartra, akkor itt viszont még egy dolgot látunk, itt is megvan ugye a múlt havi gyertya ment a legmagasabbra, és ugye ide behúzok szintén egy vonalat, lemásoljuk, ide beállítjuk, így, akkor ha visszamegyünk a hetesre, akkor láthatjuk azt, hogy itt tulajdonképpen van egy hetes szintünk, van egy havi szintünk, és a kettő között van. Most, hogyha lemegyek a naposra, akkor itt is az látszik, hogy itt még jó eséllyel akár megcsinálhatja ezt a szintet is, lejöhetünk akár ide újra, de ugye itt is már van egy lábunk, egy lejövetelünk, van egy első lábunk, egy második láb, és amíg ez az alj nem sérül, addig van esély akár a felfelé menetre is, viszont itt be lehet húzni majd egy trendvonalat, és mindenképp a hetes szint fölé kell, hogy zárjon az árfolyam. És ugye arról beszélek mindig, hogy hiába van esetleg itt fordulós gyertya mondjuk a havi csárton, hogyha itt még a napos, meg a hetes csártokon nincsenek meg ezek a fordulós gyertyák. Tehát mindennek egy irányba kell mutatnia. Hogyha visszamegyünk egy pillanatra a hetes csártra, itt mit látunk? Látunk egy zöld gyertyát, de ezt még nem tudjuk, hogy ez csak egy fordulós gyertya, egy visszatesz, vagy pedig tényleg megyünk újra felfelé, ahhoz kell ilyenkor még egy megerősítés. És mivel ez a gyertya még jelenleg piros, és ha lemegyünk a napos csártra, még ott is piros gyertyákat látunk, így nincs indokom arra, hogy felfelé gondolkozzak addig, amíg a megerősítések meg nem történnek. Tehát ennek is át kéne fordulni a zöldbe, és a napos csárton is meg kéne jelennie zöld lezárt gyertyának, addig viszont nem szabad kereskedni, és meg kell nézni, hogy itt a szintek között, itt ezekből mikor lesz kitörés, és előbb-utóbb ezeknek az egyirányú elmozdulása, hogy mikor jön meg az a heves mozgás, ami egyértelműen megmutatja, hogy most felfelé vagy lefelé akar menni az árfolyam, amíg ez nem jelenik meg a napos csártokon, addig nem szabad kereskedni. Ezért érdemes ezeket a havi szinteket is figyelni, ahogy a múlt heti videómban is említettem, mert rengeteg kellemetlenségtől tudjuk megkímélni magunkat, hogyha látjuk, hogy mekkora visszateszt lehetőségünk van a szintek között, és hiába van itt ugye nagy elmozdulásunk, ez még mindig egy long irány egyelőre, amíg szignifikánsan a havi szintünk sem sérül, tehát amíg a havi szint megvan, addig itt ugye ez egy oldalazás lehet, és lehet, hogy simán megyünk tovább felfelé. Az nem jelenti azt, hogy a hetes szintünk nem sérül, meg a napos szintünk, de amíg a havi szint nem sérül szignifikánsan, addig nem beszéltünk hosszú távú short irányról. És így tudjuk tervezni tulajdonképpen a short irányú visszateszteket is, hogyha addig a szintekig kereskedünk, és ott mindenképp kiszállunk. Ezzel a japán párokkal is megvagyunk, megyünk tovább a CHF párokra, USA dollár CHF. Ugye itt a múlt héten volt egy pozíció, én ezt lezártam, úgyhogy egyelőre eltettem a profitot. Nyilván itt még lehet, hogy megy majd tovább, nem baj. Én igazából addig vártam el, tehát ez volt az a célár, amit mondtam, hogy itt esetleg jó eséllyel ki tudok szállni. Itt, mivel fontos éves szint környékén vagyunk, még hogyha egy kicsit is tovább megy,
simán visszalánthatják bármikor az árfolyamot, úgyhogy én itt az éves szintek környékén kiszállok, itt volt a belépőm, és ekkora profitot tudtam eltenni, önmagában ekkora kockázattal, tehát igazából ez már önmagában egy szép kereskedés volt, és nem bánkódom, hogyha tovább megy, majd a következő visszatesz be, úgyis vissza tudok lépni, mert még nyilván van hely felfelé, de meg kell várni azokat a bizonyos visszahúzódásokat, és utána lehet csak kereskedni, tehát egyelőre most ezt itt a fontos szintek környékén nem bántanám, mivel ez is ugye a mai nappal egy újabb, legmagasabb pontra ment, ez az utolsó, legmélyebb hetes gyertyám, tehát már ezen a héten biztos, hogy itt nem kereskednék. Így már megyek és tovább, és keresem a jó lehetőségeket, ahol esetleg még kitörés előtti állapotok vannak, vagy fordulások, és azokat kereskedem, nem pedig ott, ahol már ekkora távolságra elment, és nincs is visszateszt. Következő párunk GBP-CHF. Na ez már megint egy érdekesebb történet, itt ugye ez volt az utolsó legmélyebb hetes gyertyán két héttel ezelőtt, itt be van húzva a napos szintem is, egyelőre nagyon szignifikánsan nem tudja átvinni. A tavalyi év legmélyebb pontja még egyelőre tartja magát, meglátjuk, hogy itt ebből az oldalzásból lefelé vagy felfelé fogunk kitörni, amíg nincs egyértelmű irány, majd ezt is a kisebb idősíkon fogjuk látni, és esetleg ott finomíthatjuk a belépőt, mert az, hogy most itt ez egy zöld gyertya a hét elején, az nem jelenti azt, hogy nem folytatódik tovább lefelé az árfolyam a hét többi napján. Tehát amíg ez nem lezárt, addig ez nem tekinthető fordulós gyertyának, úgyhogy ebből még bármi lehet a hétvégére, viszont a kisebb idősíkon a napos csártom, majd ezt azért jobban meg tudjuk vizsgálni, és ugye egyelőre vissza kéne zárnunk ide ezeknél hetes szintek fölé, akkor gondolkozhatnánk esetleg újra longba. Meglátjuk, hogy itt mivel hírek, nagyon fontos hírek nem jönnek a hétfény GBP párokon, meglátjuk, hogy ennek a sorsa mi lesz ennek a gyertyának, és majd a kisebb idősíkon esetleg, ha lesz jó belépő, akkor ott tudunk finomítani. Ezt csak azért jelöltem meg, mint lehetőséget, mert hogyha esetleg itt tartósan a napos szint fölött tud maradni az árfolyam, majd a kisebb időségben ezt megnézzük, akkor esetleg lehet rövid távú kereskedésben gondolkozni, addig viszont türelmesen meg kell várni. Viszont megyünk tovább, Euro CHF, ugye itt volt a következő belépőm a múlt héten, nagyon szépen itt a hetes szint környékén be tudtam lépni, nézzük meg, itt volt egy utolsó legmélyebb hetes gyertyám, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 héten keresztül tulajdonképpen nem tudott elindulni az árfolyam, tehát ennyi ideig tartott, mire ebből lett egy jó kereskedés. És ezekben a szakaszokban, itt a hetes szint alatt, itt nem sok értelme van kereskedni. Nyilván, hogyha van esetleg a napos és a hetes szint között akkora távolság, azt rövid távon le lehet kereskedni, viszont a jó belépők, ezek azok, amikor már a hetes szint fölé is tudunk zárni, és nyilván itt még bármikor simán visszajöhetünk akár ugyanoda, ahol beléptem, de első körben idáig várnám el az árfolyamot, mégpedig a két évvel ezelőtti legmélyebb pontra. Ez nem feltétlen jelenti azt, hogy itt meg fog állni az árfolyam, simán visszajöhetünk akár a két évvel ezelőtti sávba is. Ugye itt most a tavalyi év sávjába jöttünk vissza, tehát előbb-utóbb itt valahol el fogok adni az árfolyam, lesz még egy visszateszt, hogy mennyire mély, azt nem tudom, és aztán utána, hogyha itt újra megjönnek a fordulós alakzatok, akkor mehetünk tovább, mert van hely felfelé, és ugye itt még a trendvonal alatt is vagyunk, tehát még lehet első körben csak a trendvonalig gondolkoznék, itt is van egy fontos szintünk, ami egybeesik a trendvonal szintjével is. Tehát így kell megtervezni, hogy tudjuk azt, hogy mikor, milyen időszakban, rövid távban vagy hosszú távban gondolkozunk, és annak megfelelően kell a belépőket is időzíteni. Ezt is azért jelöltem meg, mert mivel hetes szint felett vagyunk, előbb-utóbb, hogyha lesz egy kis visszatesztünk, akkor újra bele lépni, aki esetleg lemaradt. Megyünk tovább, NZD, CHF a következő. Na ez is egy érdekes folyamat itt ugye. Van egy utolsó, legmagasabb hetes gyertyánk, és ennek a szintje sérült lefelé. Tehát ez egy emelkedő trendnek volt tulajdonképpen a visszatesztje, és a múlt heti hetes gyertyánk egy zöld fordulós gyertya. Itt is az a kérdés, mint a japán pároknál is, hogy ez most csak visszatesztelte ugye a hetes szintünket, de már teste nem vitte alá, és aztán jövünk újabb körre lefelé, vagy pedig tényleg elindulhatunk majd felfelé, ezt majd a napos csárton fogjuk jobban megvizsgálni. Itt is, hogyha felmegyünk egy pillanatra csak a havi csártra, és megnézzük, hogy ott mi a helyzet, akkor itt láthatjuk nagyon szépen, hogy tulajdonképpen összefúzom a csártot, hogy itt is egy folyamat részében vagyunk, és itt is ugye nagyon fontos szintekre jött le az árfolyam. Itt most tulajdonképpen egy elindult folyamatunk van, és itt van egy utolsó, legmélyebb havi gyertyánk, és nézzük meg, ennek a szintjére jött vissza, és ezt talán a múlt héti videóban is mutattam, és egyelőre itt most még oldalazás van, csapkodás van, ebből a trendből, ebből a szintből ki kéne mozdulnunk valamerre. Igaz, hogy ide már be tudtunk húzni egy trendvonalat, tehát itt most tulajdonképpen ez az új, friss trendvonalunk, és ezt kéne törni, akkor lesz ebből hosszú távú kereskedés, amíg nem történik meg
addig itt tulajdonképpen bármelyik irány jöhet rövid távon, de ezt is majd a kisebb idősíkon vizsgáljuk meg. A jó belépésre egyelőre még itt is várni kell, majd a napos csárton megnézzük, hogy hogy alakul a kisebb idősíkon, és utolsó CHF párunk, AUD CHF. Na ez megint egy érdekes történet, ugye múlt héten ugye ez ment a legnagyobbat, és aztán a hét végére tulajdonképpen egy kis kanóccal lett a vége, de nagyon szépen áttörte, nézzük meg, itt volt az utolsó legmagasabb hetes gyertyánk, és igazából benézett a szint alá, de már a következő héten vissza is jött. Ezek azok a jelzések, amik azt jelentik, hogy tulajdonképpen elérkeztünk egy fontos szintre, itt megtorpantunk, megpihenünk, de a hosszú távú folyamat még nem ért véget, mert a vége az ennek a szintnek a környékén lesz, és még innen is akár tovább mehet, de mivel van hely felfelé, ezért türelmesen meg kell várni, és ugye ez egy nagyon szép kis momentum gyertya volt, ami azt jelentette, hogy szignifikánsan áttörtük, visszajöttünk a hetes szint fölé, és most itt megvárnék egy kis visszatesztet, ezt is majd ugye kisebb idősíkon fogjuk szebben látni, és aztán utána újra elindulhatunk felfelé, és ennek a kisebb idősíkon akár ez egy jó belépő is lehet, úgyhogy ezt is megjelöljük, mint lehetőséget, mert én ezeket az alakzatokat, ezeket a folyamatokat keresem, ahol látom azt, hogy megyünk tovább, tehát még tulajdonképpen egy hosszú távú folyamatnak csak a megpihenő szakaszában voltunk, és ezekben lehet keresni az újabb meneteket, mert utána a következő menet megint egy nagyon szép menet lesz, mire idáig feljutunk a tavalyi év legmagasabb pontjára, és csak idő kérdése, hogy ezt mikor fogja megcsinálni. Tehát az eddig láthatók alapján azért van 2-3 olyan devizapár, amiben lehet esetleg gondolkozni és figyelni, akár a kisebb idősíkon, rövid távon, és ugye amikor már hetes szintek fölött vagyunk, akár itt hosszabb távú folyamatok is jöhetnek, nyilván itt a kisebb idősíkon meg kell várni a fordulós alakzatokat, de majd mindjárt átnézzük a kisebb idősíkokon is ezeket, úgyhogy ezzel végeztünk nagyjából a legfontosabb devizapárokkal, átmegyünk a vegyes felvágottra, ott megnézzük az aranyokat, az indexeket, mert ott is azért voltak történések, és megnézzük még egy-két devizapár, és aztán folytatás következik a napos csártokon majd. És már itt is vagyunk az arany 7-es csártyán, és hát a 7-es csárt alapján egyelőre úgy tűnik, hogy hiába volt itt egy új, legmélyebb 7-es gyertyánk, továbbra is shortos a történet, ezért mondtam a múlt héten is, hogy nem tudom megmondani, hogy itt fog elakadni az árfolyam, vagy lejövünk ide a belső nyakvonalig, jó esélye, akár eddig is lejöhetünk, de itt is érdemes felmenni egy kis időre, ugye a havi chartra, mindjárt is felmegyünk a havi chartra, és megnézzük, hogy itt mit látunk. Hogyha megnézzük, akkor ugye azt látjuk, hogy egyrészt mindjárt itt húzunk egy vízszintes vonalat, és megnézzük, ugye egyrészt van itt ez a szintünk, ez az utolsó legmagasabb havi gyertyánk, és tulajdonképpen ez a havi gyertya szinte teljesen ugyanolyan magasságba ment, mint ez, ha megnézzük, szinte milliméter pontosan, viszont mit látunk, hogy itt van egy fontos havi szintünk. És ez már a 2 évvel ezelőtti legmagasabb havi szintünk, de még mindig él az árfolyam szint, és egyelőre úgy néz ki, hogy testtel még nem vitte át. Ugye ezt a szintünket már átvitte, de itt van még egy fontos szintünk. A kérdés csak az, hogy itt esetleg ezt átviszi, és jövünk lefelé még egy kicsit, és aztán hirtelen majd visszarántják, és visszajövünk a havi szintek közé. Tehát amikor ilyen fontos szintek környékén van az árfolyam, ilyenkor türelmesen megvárom, hogy mi fog történni. Jöjjön meg az a bizonyos heves mozgás, és szórjon le, rántsák vissza, jöjjön egy ilyen kis momentum gyertya, kanóca, és aztán utána tudom, hogy merre akar menni konkrétan az árfolyam. Viszont ez egyelőre most még havi sárton is sortos, ha megnézzük, ugye sortos gyertyát látunk, most ha lemegyünk a napos sátra, ott is sortos gyertyát látunk, tehát türelmesen meg kell várnunk a fordulókat, és minél magasabb idősíkon jönnek meg a fordulók, annál biztosabb az adott irány. Így az aranyat egyelőre nem bántanám, megyünk tovább az indexekre, DAX-szal kezdünk. Itt is ugye múlt héten még nagyon szépen a hét elején elindult felfelé, a napos csárton azt lehetett látni, hogy szép zöld gyertyák, és nézzük meg, ez lett belőle a hét végére. Ezért nem mindegy, hogy a napos csárton nézem az irányokat, vagy pedig a hetes és a havi csártokon, mert hogyha ezt látom, hogy még nincsenek zöld gyertyáim, addig a kisebb idősíkon hiába jelennek meg a zöld gyertyák, még mennek a szint fölé, az önmagában nem jelent semmit, hanem egyszerűen csak jött egy visszatesztelve a trendvonalat, és utána újra lefordult a zárfolyam. Ezért érdemes mindig megvárni ezeket a hetes gyertya zárásokat, és itt már tulajdonképpen lefelé jövet van, már itt egy újabb mélypontra ment a gyertyánk, tehát ugye van egy nagy gyertyánk, egy nagy hetes gyertyánk, egy inside báron belül vagyunk, és szignifikánsan nem tudta átvinni ezt a szintet, és arról beszéltem, hogy itt ez lehet is simán egy ABCD alakzat, nyilván addig, amíg leér ide, addig egy dupla aj lesz, ha csak itt vissza nem fordul a következő időszakban, viszont itt, amíg a hetes csárton nem jelennek meg ezek a bizonyos zöld gyertyák, addig itt sincs teendő, tehát itt ezt most biztos nem bántanám. Nyilván majd a kisebb idősíkon megnézzük, hogy ott mi a folyamat, de addig, amíg nincsenek egyértelmű jelzések, addig
ezen nem kereskedik. Gyorsan ránézzünk a Nasdaq-ra és az S&P 500-ra, és kezdünk a Nasdaq-kal. Itt viszont az látható, és ugye múlt héten is arra beszéltem, hogy itt nagy eséllyel lejöhetünk a tavalyi év szintjére, és már nem sok hiányzik, és a mai gyertya már tulajdonképpen a múlt heti gyertya mélypontját is átvitte, tehát jó eséllyel itt le fogunk jönni eddig a szintig, és itt aztán megjöhetnek azok a heves mozgások, amivel újra felránthatják, mert a két évvel ezelőtti legmagasabb pont és a tavalyi év mélypontja, ez az a zóna, ahol bevárnám az árfolyamot, és itt jönnek meg mindig azok a heves mozgások. Nyilván még akár mehetünk lejjebb, és bármi megtörtént, de azért egy fontos éves szint környékén jöhet egy megtorpanás, egy heves felcsapás, úgyhogy erre mindenki figyelnék, és mivel itt is kés a vajban jön lefelé az árfolyam, könnyen előfordulhat, hogyha leért a mélypontra, a következő heti gyertya akár át is viheti újra felfelé ezeket a szinteket, de ez még korai egyelőre, meg kell várnunk, hogy lejön ide az árfolyam, és majd úgyis előbb-utóbb mutatja magát, hogy mit akar az árfolyam. És hogy itt miért van ilyen nagyobb visszateszt? Egyrészt azért, mert elértük a tavalyi ár szintjét, és ugye ezt szignifikánsan nem tudtuk továbbvinni, és innen le is fordult az árfolyam. És itt is, hogyha egy pillanatra felmegyünk a havi chartra, érdemes itt is megnézni, hogy itt mi történt. Nézzük meg, itt volt az utolsó legmagasabb gyertyánk, ez a zöld gyertya volt, és nézzük meg, mi történt. Már a havi szintünk is sérült. És még csak vissza sem jött igazából a havi szint környékére, mert itt voltak már előtte heti szintek, és azokat a szinteket tesztelte vissza csak, tehát itt megjött az a bizonyos heves mozgás, és az igazán hosszú folyamatok akkor indulnak el, amikor már a havi szint is törik. Tehát, hogyha ezt időben észrevesszük, akkor tudjuk azt, hogy nagy valószínűséggel egy hosszabb távú folyamatról beszéltünk, és akkor időben el tudjuk kapni ezeket a shortokat is. Nyilván még nekem is ebben van hova fejlődnöm, ezeket a shortokat ritkában szoktam kereskedni, de a jövőben lehet, hogy én is erre jobban odafigyelek majd. Szerintem az S&P 500-on is valami hasonló lesz a helyzet. Én rá is húztam egy Fibonacci-t érdekesség képen. Nézzük meg, erre a teljes szakaszra, felmenetelre ráhúztam az utolsó legmagasabb pontjától, a legmélyebb pontig, és nézzük meg, itt most töri át még csak a 23-as Fibot, ami azt jelenti, tehát amikor itt a környéken nincsenek éves szintek, akkor érdemes használni a Fibonacci-t, és akkor látjuk azt, hogy hol vannak azok a mélypontok, ahol esetleg megáll az árfolyam, és az a Fibo 38 az egy jó célár tud lenni. Itt ez könnyen megfoghatja az árfolyamot, de nyilván itt is, ugye, ha megnézzük, akkor a 38-as Fibo az tulajdonképpen megegyezik a két évvel ezelőtti legmagasabb pont környékével, és itt is itt van ugye a tavalyi év legmélyebb pontja, tehát akár erre a zónára is lejött az árfolyam, ami nem jelenti azt, hogy itt esetleg valahol nem torpolhat meg, ez egy kisebb visszahúzódás, és aztán utána újra jövünk egy lejtmenetre lefelé, de ez még a jövő zenéje. Itt, amíg nem lesznek újabb visszatesztek, a visszahúzódásokból lehet jól kereskedni, ezeket türelmesen meg kell várni, de egyelőre elég keményen sortos a történet. Mivel itt egyelőre nincs teendő, ezért megyünk tovább. Következő párunk GBP AUD. Ugye ez a múlt héten egy elég érdekes történet volt, nagy hevesen lejött ide az árfolyam, majd a hétvégére visszarántották, nem sikerült teljesen a szint fölé zárni, viszont már a mai gyertya szépen a szint felett van, úgyhogy ezért is jelöltem meg, mint lehetőséget. Ezt majd a nap végén érdemes lesz majd megnézni. Nyilván itt azért kisebb idősíkon azért jól lehet látni, hogy itt azért még egy hold zónában vagyunk. Türelmesen meg kell várnunk még itt a kis folyamatokat, de idővel ebből akár egy jó belépő is lehet. Első körben akár ideig is feljöhet az árfolyam, úgyhogy mindenképp érdemes ezt is figyelemmel kísérni. Következő a GBP-NZD, az viszont szintén alakulgat. Itt is ugye lejöttünk a tavalyi év szintjére, és most meg volt oda visszatesztünk. Ugye erről beszélek mindig, hogy a hetes csárton meg kell várni ezeket a piros gyertyákat, hogy hol mutatkozik, és ez még aránylag a szint közelében van, és most úgy tűnik, hogy újra felfelé indul az árfolyam. Ebbe is lehet még egy kis folyamat. Ugye a tavalyi év az itt ért véget, tehát akár idáig a tavalyi év tetejéig is felszúrhat az árfolyam, és aztán utána jöhet egy kisebb visszateszt, de rövid távon úgy tűnik, hogy ezekben a párokban lesznek lehetőségek, de majd a napos csárton látjuk ezt is jobban. Ezeket a párokat elsősorban dominancia szűrésre szoktam használni, hogy lássam, hogy az adott devizapár közül, ugye a négy pár közül, a GBP, az EUR, az AUD és az NZD közül egymáshoz viszonyítva melyik dominál, és most úgy tűnik, hogy legalábbis rövid időre most a GBP fog dominálni az AUD és az NZD-vel szemben. És ha megnézzük az EUR AUD-ot, ott is hasonló a helyzet. Itt a mai napon ez nagyon szépen be is indult, és ugye első körben ide várnám fel a tavalyi év legmagasabb pontjára. Ezek már kicsit késői belépők, tehát aki itt a múlt hét végé felé nem tudott belépni, annak már nem javaslom, hogy itt belépjen, türelmesen meg kell várni majd a visszateszteket. Nyilván itt is megnézzük majd a napos chartot, hogy néz ki a folyamat,
és az EURNZD az meg már elég szépen elment, az már lassan meg is csinálja az elsődleges céláramat, ami a 2 évvel ezelőtti legmélyebb pont lesz, és nyilván itt is ugye majd meg kell nézni, hogy itt a szintek környékén mi történik, hogy lesz-e lefordulás, vagy esetleg visszajövünk ebbe a sávba is, és egész a trendvonalig föl tudunk jönni, az azt jelenteni, hogy akkor újra elindult a folyamat, és visszajöttünk a 2 évvel ezelőtti sávba, és akkor lehet tovább tervezni. Itt is érdemes ilyenkor felmenni azért a havi chartra, hogy ott mit mutat a nagy kép. Ha pillanatra felnézünk, akkor azért azt láthatjuk, hogy itt is azért vannak szép folyamatok. Nézzük meg, hogy itt tulajdonképpen a tavalyi évnek a sávjába jött vissza az árfolyam, és van egy utolsó, tehát a mostani gyertyánk, ennek a szakasznak, ennek az egész lejövetelnek a jelenlegi legmélyebb, tehát a múlt hónapi gyertyánk az a legmélyebb. És nézzük meg, már át is vitte a legmélyebb gyertyánkat felfelé, de nyilván itt lesznek még akadályok, tehát ez nem jelenti azt, hogyha itt átviszi, hogy ez nyilván lehet, hogy simán vissza fog jönni ugyanoda, ahol beléptünk, és utána újra el tud majd indulni, de erre figyelni kell, hogy itt fontos havi szint is tört, tehát előbb-utóbb ez azért vissza lesz tesztelve, és ezt majd meg tudjuk nézni a napos csárton. Ott jól látható, hogy a múlt havi gyertya ment a legmélyebbre, de ez még önmagában csak egy rövid távú kereskedésre alkalmas, és majd a visszateszt után lesz a nagyobb menet, hogyha továbbra is így marad. Itt még annyit meg lehet tenni, hogy ilyenkor kicsit összép húzzuk a csártokat, hogy jobban lássuk a folyamatokat, és itt ugye volt egy ABCD alakzatban egy nagyon kassz felmenetelünk, és ha erre a szakaszra ráhúzunk egy Fibonacci-t, akkor azért nagyjából látjuk, hogy hova tesztelt vissza az árfolyam, és miért pont onnan pattant fel. Nézzük meg, gyönyörűen a 76-os Fiborról pattant fel az árfolyam, és itt vagyunk már egy következő Fibor szintnél, tehát mindenképp meg kell várni türelmesen a folyamatokat, és még ugye egy trendvonal alatti zónában vagyunk, tehát mindenképp csak rövid távon gondolkozhatunk, de a kisebb idősikon ezek így is szép távolságok, mivel ezek nagy mozgású devizák, tehát erre figyelni kell, hogy nagyobb stopokat is kell használni hozzá, és nagyon jól el kell találni a fordulatokat ahhoz, hogy minél kisebb stoppal, minél kisebb kockázattal tudjunk belépni. Jó, megyünk tovább, AUD NZD, ezt a pozíciómat lezártam, mégpedig azért, mert erre számítottam, hogy itt a 2 évvel ezelőtti legmagasabb pontnál megtorpanhat az árfolyam, és mivel most egyelőre az ausztrál dollár gyengélkedik, ezért könnyen lehet, mivel most már az NZD párok lassan célárhoz érnek, ezért jó lehet, hogy esetleg jön egy kis megtorpanás, itt egy kis oldalazás. Ilyenkor ki kell szállni fontos szintek környékén, és ha majd egyértelmű, szignifikáns elmozdulás történik felfelé vagy lefelé, annak megfelelően akkor majd keresünk új belépési lehetőségeket. Szintől szintig kereskedés ez a legjobb, és itt érdemes kiszállni, nincs jelentősége, hogy mennyivel megy tovább vagy nem. Nézzük meg, a múlt heti 7-es gyertya már testen nem tudott a szint fölé zárni, ez is mindenképp egy jelzésérték. Profit a zsebben, nem ragaszkodunk egy devizapárhoz se, és mindig a lehetőségeket keressük, és itt a GBP-AUD, GBP-NZD, EURAUD, EURNZD párokban még lehetnek lehetőségek, és akkor végezetül gyorsan ránézünk a katpárokra is, USA dollár, kanadai dollár szépen megcsinálta ezt az időszakot, amiről beszéltem, hogy ide várnám fel első körben, hogy egyrészt ez a tavalyi év legmagasabb pontja is, itt is azért látunk egy W alakzatot, tehát itt meg kell várni, hogy a szintek környékén mi történik, lehet itt is egy fals kitörés, és aztán visszajövünk a sávba. Ha pedig szignifikáns törés lenne, akkor pedig a visszateszt után lehet újra felfelé kereskedni. Meg kell várni türelmesen, hogy itt a következő napokban milyen jelzések jönnek. Ha megnézzük a GBP kadot, ott ugye elszámítottam, és ugye nagyon szépen le is érkezett erre a szintre, a 3 évvel ezelőtti legmélyebb pontra, itt meg is torpant az árfolyam. Ezért fontosak ezek az éves szintek, mert ide nézzük meg mekkora esésbe, de lejött az árfolyam. Meg kell várni, hogy a következő időszakban mennyire lesz heves a mozgás, vagy pedig esetleg folyamatosan itten inside bározni fogunk egy hónapig, vagy kettőig, meglátjuk. Egyelőre most a jelenlegi, vagy a legmélyebb 7-es gyertya szintje között van az árfolyam, megtorpan vagy a szintnél, úgyhogy itt egyelőre biztos, hogy nem kereskednék, meg kell várni, hogy itt lesz esetleg a következő hetekben fordulós gyertya, és akkor, hogyha ez így maradna, akkor esetleg a napos és a 7-es szint közötti távolságokat meg lehet kereskedni, majd úgyis naposan ránézünk, hogy hogy állnak a napos gyertyák. EUR CAD a következő, ez már megint egy érdekesebb történet, itt ezt ezért is jelöltem meg, mert itt viszont már megvan a 7-es gyertyánk, és van egy fordulós gyertyánk is, és nézzük meg, már szépen araszolgat felfelé. Itt is majd a kisebb időség lesz érdekes, mert itt már szerintem a napos szintek felett is vagyunk, de mivel túl közel van a napos és a 7-es egymáshoz, ezért vagy nagyon kis idősíkon tényleg rövid távon érdemes kereskedni, vagy türelmesen meg kell várni esetleg itt a folyamatokat, és majd a szintörések utáni visszatesztből lehet újra felfelé, mert akkor a tavalyi év szintje lenne az elsődleges céláram. Következő NZD CAD, itt ugye újabb mélypontra mentünk, itt nincs is miről beszélni, itt is türelmesen meg kell várni a szinteket, ha kicsit összép húzom a chartot, akkor azért látjuk azt,
hogy itt a 3 évvel ezelőtti mélypontra jött le az árfolyam, és van még egy szintünk lejjebb is, ez jóval nagyobb távolságra van. Nyilván itt a következő időszakban akár jött egy kisebb visszateszt, majd meglátjuk, de egyelőre, amikor egy hetes gyertya hétfői napon már új mélypontra ment, én azon a páron nem kereskedek, itt is, mint a kés a vajban jön lefelé az árfolyam, és hogy egy kicsit még összébb húzom, akkor ugye látszik az, hogy ez a zöld vonal, ez pedig egy 4 évvel ezelőtti mélypont, ugye most ezt is áttörte, a következő pedig ez. Tehát ezek alapján tudjuk megnézni, hogy mik lehetnek a következő célláink. Ha ezt elértük, itt nyilván lehet akár bármilyen kis felpattanás is, visszaránthatják, bármi megtörténhet, mindenképp kell majd egy visszahúzódás, és abból való lejövetelre lehet kalkulálni a későbbiekben, de nem biztos, hogy ezt megcsinálja, majd meglátjuk. De a jelek egyelőre azt mutatják, hogy itt kereskedni nem nagyon kell, mert új mélypontunk van a héten, és megnézzük az AUD CAD-ot, itt is ugye most sérül lefelé, ha jól látom, ez a hetes szintünk is, ugye itt volt ez a kék vonal, ez egy fontos éves szint volt itt is, azt hiszem 3 évvel ezelőtti, vagy 4 évvel ezelőtti mélypont, igen, itt van ez a 4 évvel ezelőtti mélypont, ez most sérül, látszik lefelé, és ugye itt még van hely, mert a tavalyi évünk az itt van, tehát a tavalyi év legmélyebb pontja, ugye ez itt van, tehát akár ide simán vissza tudunk jönni, és aztán lehet, hogy utána innen föl is pattan, vagy esetleg is visszatesz után, jövünk még egy körre lefelé. De egyelőre kereskedési lehetőség itt még nincs, úgyhogy türelmesen meg kell várni a jelzéseket. És végezetül jön az EUR/GBP, ugye ez a múlt heti kereskedésemben nagyon szépen elindult folyamat, és ugye azért is kötöttem itt be, mert ha megnézzük, akkor itt azért fontos éves szintek környékére jött le az árfolyam, meg volt ugye az oldalazásunk, ezek azok a bizonyos jelzések, amikor már ennyi hete inside báron belül vagyunk, annak előbb-utóbb az a következmény, hogy kitör az árfolyam, és ezt mindig ilyen heves mozgással teszi meg. Nyilván a hírek rásegítenek, tehát azok indítják be. A hírek tulajdonképpen semmi más nem csinálnak, mint forgalmat generálnak, és ezáltal sokkal gyorsabban jut el az árfolyam az adott célárig, ennyi a lényege, de nincs trendfordító hatásuk. Ezt a devizapárt is ritkán szoktam kereskedni, mert azért nem túl szép a csártya. Megnézzük a tavalyi évet, volt egy jó időszak, aztán talán csak oldalazásba lecsorgott az árfolyam ide az éves szintekre. Igazából ezt is inkább elsősorban csak dominancia szűrésre használom, és mivel láttam itt, hogy itt előbb-utóbb megtorpant az árfolyam, hogy akkor jött egy felpattanás, ami azt jelenti, hogy rövid időre is, de első körben most az euró dominálhat a GBP-hez képest, és ez meg is történt a múlt héten. Itt azért vannak szintek, ahol elvárnám felfelé első körben, meglátjuk, hogy ez mennyire lesz hosszú távú vagy kitartó trend, de mindenképp előbb-utóbb így is úgy is majd lesz valahol egy visszateszt, és aztán a következő menetben újra be lehet szállni. Ezzel nagyjából végeztünk is a hetes csártokkal, mind a két csárton a fő devizapárokon és itt a vegyes csártokon is azért vannak lehetőségek, hogy itt a GBP-AUD, GBP-NZD, EUR-AUD, EUR-NZD-re érdemes figyelni, a CAD párokban is esetleg az EUR-CAD-ra, tehát jól látszik, hogy most az EUR párokban azért vannak lehetőségek, és ugye az előbb a CHF párokban is látunk egy-két lehetőséget, úgyhogy erre érdemes figyelni, de majd a kisebb idősíkon megnézzük, hogy ezek közül melyikben van jobb belépési lehetőség, úgyhogy folytatás következik a napos csártokon. Akkor jöjjön a teljes folyamat még egyszer, csak most már a napos csártokon, itt vagyunk az USA dollár index napos csártyán, itt azért jobban látszanak ugye a folyamatok, az előző hónap legmagasabb pontja, ezt szúrta meg most, és utána könnyen lefordult az árfolyam, ugye dolgunk csak akkor lesz, hogyha már ezek a napos szintek sérülnek lefelé, és utána a visszateszt után már nem jön a szint fölé az árfolyam, és aztán mehetünk újra lefelé. Ez egy hosszú folyamat, mire idáig eljutunk, ugye a héten azért jönnek ki fontos hírek is, meglátjuk, hogy itt a csapkodás hogy lesz, mint lesz, de mindenképp érdemes lesz itt a következő napokban azért arra számítani, hogyha esetleg ez szignifikánsan nem tud sérülni, akkor akár jöhetünk lefelé is, első körben csak rövid távon, és aztán megnézzük, hogy lesz-e belőle hosszabb távú lehetőség is. Így mehetünk is tovább ugye a dollárpárokra, aztán jönnek a japán és a CHF párok, kezdünk megint GBP-USD-vel. Itt ugye ez volt az utolsó legmélyebb napos gyertyánk a mai nap folyamán, és egyben ugye az hét legmélyebb pontja, és mivel új mélypontra jöttünk, ilyenkor sok teendő egyelőre nincsen. Látjuk, itt azért volt egy komoly lejövetel, trendvonal alatt vagyunk. Amíg a napos szintek fölé nem tud zárni az árfolyam, addig itt biztos, hogy nincs semmi teendő, ha megnézzük az EUR/USD-t. Itt még próbálkozik az árfolyam, ugye az előző hónap szintje még nem sérült, ami nem jelenti azt, hogy nem sérült, lehet, hogy még majd egy heves mozgással leszúr ide még egyszer, és akkor lejjebb jön ez a hetes szintünk is, viszont ha esetleg így maradna, akkor meg türelmesen meg kell várnunk, hogy újra a napos szint fölé zárjon az árfolyam, és esetleg rövid távon akár kereskedhetünk is itt.
de ezt meg kell várni. Nyilván ilyenkor csak rövid szakaszokat kell nézni, visszajövünk a sávba, és akkor rövid távon lehet esetleg egy kis felpattanásra ezt a következő szinteket megkereskedni, de ez még egyelőre a jövő. Tehát itt sem vagyunk a napos szintek felett. Ha megnézzük az NZD-USD-t, ugye itt még aztán komoly lejtmenetben vagyunk, tehát esélytelen a kereskedés, és az utolsó dollárpárunk, az ausztrál dollár, USA dollár, itt is komoly lejtmenetben vagyunk, napos szint az most alakul ki az új, úgyhogy meg kell várni, hogy hol lesz ennek a vége, és hogyha megnézem, kicsit összébb húzom a chartot, itt azért látható, hogy több hónap szintje van, tehát akár első körben itt meg is torpanhat az árfolyam, de mivel itt is új mélypontra ment a hetes szintünk, ezért ezeken a dollárpárkon már biztos, hogy nem kereskednék, egyelőre még az euró tartja valahogy magát, és hogyha ott nem sérül a hetes szintünk, akkor rövid távon esetleg lehet majd kereskedni felfelé, de egyelőre úgy tűnik, hogy a dollárpárokat nem érdemes nagyon bántani. Dollárpárok most jelenleg abban a stádiumban vannak, amikor már nem sok hiányzik, hogy leérkezzenek fontos szintekre, ott megvárnám azt a bizonyos heves mozgást, amiről mindig beszélek, megvárom, hogy kialakuljanak azok a kanócos hetes gyertyák, és majd utána foglalkozom velük, addig keresek más elfoglaltságot, vagy keresek olyan devizapárokat, ahol esetleg vannak jó lehetőségek. Így már megyek is tovább a japán párokra, USA dollár japán, ugye itt is az elheti gyertya már ugye a legmagasabb pontra ment, itt is láthatjuk, hogy az előző hónap szintjét szúrta meg, kérdés csak az, hogy itt is esetleg lesz-e majd lefordulás, vagy megyünk még egy picit felfelé, amíg ezek a napos szintek nem sérülnek, addig nincs kereskedésre okom, így megyek is tovább, GBP japán. Itt viszont már kicsit érdekesebb a történet, itt most a délutáni órákban egy kicsit úgy néz ki, hogy beindultak a GBP párok, volt egy lejtmenetünk, de ugye még ne felejtsük el, hogy a hetes szintek alatt vagyunk, de jó lehet, hogy esetleg itt rövid távon, hogyha itt a szintek fölött tudnánk maradni, az utolsó legmélyebb napos szint fölött, akkor jó eséllyel akár elindulhatunk felfelé, mert ez egyben tulajdonképpen az előző hónap szint is. Ami azt látjuk, hogy ugye legmagasabbra ment ez a hónap, tehát ennek a hónapnak van egy mélypontja, és amíg ez a hónap nem sérül lefelé, addig tulajdonképpen esély van rá, hogy újra elindulunk felfelé, független attól, hogy ugye még a hetes szintek alatt vagyunk, és vannak még napos szintjeink, de rövid távon akár lehet majd ezeket kereskedni, ide behozunk egy trendvonalat, és itt a következő napokban akár rövid távon a napos szint és a hetes szint közötti távolságot akár le is lehet kereskedni. Ezt mint rövid távú lehetőséget akár meg is jelölhetjük, ezért jók ezek a napos csártok, mert itt tudjuk finomítani a lehetőségeket, és itt azért látszik, hogy a napos gyertya merre akar menni, ez mindenképp egy jó jelzés, de megyünk tovább, euró japán. Itt ugye már nem sok hiányzik, hogy megcsináljuk, itt a H4-en vagyunk most, azért, hogy lássuk itt a belépőket, itt volt a múlt héten a belépő, itt volt még a kis csapkodásunk, és aztán volt egy nagy gyertyánk, amiben leszúrt, és aztán most az elheti gyertya szépen elindult újra felfelé. Ugye itt a hetes és a napos szint közötti távolság az elsődleges célár, és majd meglátjuk, hogy itt a szintek környékén mi történik, lesz-e szignifikáns áttörés, és akkor mehetünk erre a szintre. Ugye mindig első körben odáig kereskedünk, ahonnan lejött az árfolyam, és első körben ez lesz a célárunk. Meglátjuk, hogy itt a napos szint környékén mi fog történni, úgyhogy még egyre türelmesen ülünk ebben a poziban. Itt már jó belépő elment, tehát aki itt a szintek alján nem tud beszállni, itt most már biztos, hogy nem keresnénk belépőket, addig, amíg ki nem derül, hogy itt a szintek környékén mi történik, és akkor megyünk tovább, NZD japán, itt viszont még mindig sortos a történet, ugye egyrészt hetes szint alatt vagyunk, és ugye az elheti gyertyával már sérül ez a havi szint is, tehát itt most havi szintekről is beszélünk, tehát itt jó eséllyel akár egy nagyobb zuhatag is jöhet még, megvártjuk, hogy ez itt mi fog történni, mindig az kell, hogy törjön a szint utáni visszateszteket keresem, hogyha lesz visszatesz, ha nem, és mondjuk nagyon durván lejön lefelé, akkor itt biztos, hogy nem kereskedek, tehát erre nagyon kell figyelni, és aztán az, ha megnézzük az ausztrál dollár japánt, itt is úgy néz ki, hogy lefelé lesz a lejtmenet, tehát nem tudott a napos szint felett maradni, és ebből valószínűleg egy A, B, C, D alakzatban jöhetünk lefelé. Itt majd érdemes lesz figyelni, hogy esetleg áttörtük ezt a szintet, hogy a következő napi gyertya az mit fog mutatni, mert akkor lehet akár hosszabb távon is kereskedni, és ugye mindig erről beszélek, mutattam is a havi csártot, hogy itt van a következő hónap. Igaz, hogy itt nem sok távolság van már, és itt lehet, hogy nem biztos, hogy jó belépési lehetőség lesz, lehet, hogy érdemes lesz türelmesen megvárni, hogy ide lejöjjön, és hogyha ebből csak egy dupla aj lesz mondjuk, akkor lehet, hogy utána ez is el tud indulni felfelé. Meglátjuk, hogy itt a havi szint környékén mi fog történni.
Úgy tűnik, hogy itt azért a japán párok többsége az még mindig lejtmenetben van, de megyünk is tovább. Jönnek a CHF párok, USA dollár CHF, ugye itt egy komoly emelkedésen van túl az árfolyam, és amíg ezek a napos szintek nem sérülnek, addig itt sok teendő nincs. Hát menjünk a GBP CHF-re, itt viszont már érdekesebb, még a délelőtti órákban éppen hogy csak átvitte a szint környékét, viszont most már egy nagyon szép momentum gyertyában. Itt van a jó kis lehetőség, meg kell várnunk itt a környékén, mi történik, hogy mivel a napos és a hetes szint elég közel van egymáshoz, itt jöhetnek még kisebb visszatesztek, és aztán utána egy heves mozgásból elindulva, a szint fölé zárva elindult az árfolyam egy hosszabb távú menetre is. Itt is vannak még feljebb napos szintjeink, van előző hónapi szint is, úgyhogy ezekre mindenképp érdemes lesz figyelni, de rövid távon akár ezekből a következő napokban lehetnek jó kereskedések, de még a feltétel egyelőre nem adott, meg kell várni, hogy itt a szintek környékén, ha ezt elérte a szinteket, a hetes szintet, hogy utána azt át tudja elvinni szignifikánsan, szint fölött tud-e maradni teste, és majd csak utána kereskednék felfelé. Tehát ezt mindenképp érdemes megjelölni, mint lehetőséget, mert következő napok hozhatnak jó belépőket, Euro CHF, ugye ez már itt egy ideje nagyon szépen megy, ez egy szép tiszta mozgás volt, ugye volt egy lejövetelünk, itt volt ez a nagy lejövetelnek a második lába, itt ennek a szakasznak is volt egy első láb, második láb, itt voltak a fordulós gyertyák, és itt a szintek környékén be tudtam lépni, és az elsőleges céláram ez a napos szint lesz, és nyilván akár mehet tovább is, de ugye az előbb arról beszéltünk, hogy fontos éves szint van itt a környéken, tehát ott lehet, hogy akár le is tud fordulni az árfolyam, és visszatesztelve itt az előző hónap szintjét, mivel az előző hónap is sérült, ezért mindenképp ugye ezért fontos nézni a havi szinteket is, mert amikor ez a szint sérül, és szignifikánsan sérül, akkor a visszateszt után akár jöhet komolyabb belépési lehetőség is, ebben még akár nagyobb potenciál is lehet majd, de meg kell várni, hogy itt a szintek környékén mi történik majd. A CHF pára közül egyelőre a GBP CHF-ben látok, mint belépési lehetőséget, erről akit nem lépett be, az már lemaradt, türelmesen meg kell várni a következő visszatesztet, de megyünk tovább, NZD CHF. Itt is ugye arról beszéltem, hogy volt egy hetes gyertyánk, de ez tulajdonképpen semmi más, mint a visszatesztje a hetes szint törésének, és jó esélye úgy néz ki, hogy még egy körrel jövünk lefelé, tehát ez nem fordulós gyertya volt, hanem csak egy visszateszt, amiről beszéltem a múlt héten is, hogy várnék egy visszahúzódást, és a visszahúzódásokból való kereskedés lehet a jó, mert ugye itt akkor lesz közel stop helyszínünk, és itt a szintek környékén, hogyha ez a napos szint esetleg sérül lefelé, a következő napi gyertyában meg kell várni, hogy mi történik, és hogyha jövünk lefelé, akkor ugye itt még van hely bőven, hogyha visszahúzom egy kicsit a csártot, igaz, hogy itt azért fontos nyakvonalak vannak, de akár sokkal mélyebbre is lejöhetünk, úgyhogy erre érdemes lesz majd figyelni. És végezetül ausztrál dollár CHF. Hát itt ennek elég csúnya a csártya, ez most már több hónapja oldalazik, ugye itt fontos havi szintek vannak, tehát itt most már 3 hónap óta, hát ez akár lehet egy fordulós alakzat is tulajdonképpen, hogy most már ennyi hónap után újra elindultunk lefelé, már egyszer már sérült a hetes szint, de aztán visszajöttünk a sávba, és most, hogyha újra sérül a hetes szintünk, akkor akár itt a következő hetes szintig le is jöhet az árfolyam, tehát akár itt short irányba érdemes lesz majd figyelni, itt is ugye meg kell várni a szintörés utáni visszateszteket, és már este ne jöjjön a szint fölé az árfolyam, maradjon lent, legyen egy shortos gyertyánk itt valahol, és akkor ezekre be lehet lépni, úgyhogy akár erre érdemes lesz figyelni majd short irányba a következő napokban. Hát ezzel a főbb devizapárokkal meg is vagyunk, itt azért naposan azért jobban látszanak az alakzatok, meg a folyamatok, úgyhogy itt tudjuk jól időzíteni a belépőinket. Én csak a legvéső esetben szoktam lemenni H4-re, tehát senkinek nem javaslom, hogy a H4-eset nézegesse, addig, amíg a naposon meg nem jöttek a fordulós gyertyák. Ezt a múlt pénteki videót érdemes esetleg többször megnézni, és tényleg a fejünkben rögzíteni azt, hogy a nagyobb idősíkoknak kell a fordulós gyertyája, és csak utána szabad lemenni a kisebbre, és a legtöbb esetben a napos gyertyában simán be lehet lépni, nincs szükség a 4 órás gyertyákra feltétlen. Így mehetünk is tovább a vegyes csártokra, ott is ránézünk az aranyra, az indexekre még egyszer, és aztán ugye a GBP-ot, GBP-NZD, Euro-ot, Euro-NZD-k lehetnek az érdekesek, meg esetleg a CAD párok közül még majd a EUR-CAD-ra ránézünk, úgyhogy folytatás következik a napos vegyes csártokon. És már itt is vagyunk az arany napos csártyán, és szépen kirajzolódni látszik ez az ABCD alakzat, amit beszéltem itt az elmúlt hetekben. Kialakította a jelenlegi legmélyebb napos gyertyát, ami a következő napokban akár sérülhet is lefelé, mert nem tudott a szint felett maradni. Ugye itt múlt héten ráhúztam egy Fibonacci-t érdekességképpen, hogy első körben hova várnám le, és ugye arról beszéltem, hogy itt a 76-os szint környékére, itt most még a 76-os szint akár meg is tarthatja, és kialakított egy dupla aljat, és aztán ebből is felpattanhat,
ha csak nem megyünk tovább a következő színre, mert van következő fibónk is, és ugye ez egybeesik ezzel a napos szintünkkel, akár még mély pontra is jöhet, nem tudom, majd a következő napok meglátják, amíg ez a napos gyertya tartja magát, addig nincs miről beszélni, és ugye addig, amíg a napos szintek fölé nem tud zárni szignifikánsan az árfolyam, addig meg kereskedésről főleg nem tudunk beszélni. És mivel a havi csárton is, a hetes csárton is és a napos csárton is piros a gyertya, így elég egyértelmű a szituáció, tehát addig, amíg a magasabb időségokon nem jönnek meg a fordulós alakzatok, addig a napos csárttal sem érdemes túl sokat foglalkozni. Így megyünk is tovább, nézzük meg az indexeket, a DAX-szal kezdünk. Ugye itt is elég komoly lejtmenet van, úgy tűnik, hogy itt könnyen megcsinálhatjuk ezt a lejövetelt, és ide lejöhetünk akár a napos szintre is. Ez lett a következő megállópont, úgyhogy úgy néz ki, hogy ebből most már egy sortos történet lesz egy darabig, úgyhogy ez most az utolsó, legmélyebb napos gyertyánk, de ez még valószínűleg jönni fog lefelé, mert ezeket a szinteket nagyon szereti, és itt általában meg szokott torpanni, és ebből akár később lehet majd egy felpattanás, de mivel egyelőre itt elég komoly sortban vagyunk, itt teendő nincs. Ha megnézzük a Nasdaqot, itt is ugye a mai napi gyertya utolsó, legmélyebb hetes gyertya, az e-heti gyertya, tehát itt sincs teendő, hogyha megnézzük a S&P 500-at, itt is hasonló a történet, tehát komoly esésben vannak az indexek. Ezekkel ilyenkor nem szabad kereskedni, türelmesen meg kell várnunk, hogy hol van ez a bizonyos heves mozgás, leérjenek fontos szintekre, és majd az abból való felpattanást fogunk kereskedni. Ezek a fontos szintre leérkezések akár a héten, vagy a jövő héten megtörténhetnek, úgyhogy addig már türelmesen meg kell várnunk ezeket a leérkezéseket, úgyhogy megyünk tovább, hogy a következő a GBP AUD, az előbb a hetesen erre beszéltünk, és nézzük meg a mai napi gyertya, elég komolyan beindult. Na ez az a gyertya már, amikor túl késő belépni, viszont itt ugye most még ennek a szakasznak csináljuk meg tulajdonképpen a FIBO szintjeit, itt a trendvonal környékén várni majd még egy kis oldalazást, és nagy valószínűséggel, ugye mindig arról beszélek, hogy amikor szinteket törünk, tehát most még csak áttörtük a hetes szintet, tehát ugye mindig az a lényeg, hogy vagy táncol rajta és újra alájön, ha már nem táncol és utána nem jön a szint alá, testtel, akkor lehet a következő gyertya, tehát itt mindenki várni valahol majd egy sortos alakzatot, és utána a trendvonal környékén pedig egy heves mozgást, és vagy kanócos gyertyába, vagy momentum gyertyába el lehet indulni felfelé. Itt viszont közel van ugye az előző hónap szintje, ami a legmélyebb hónap, tehát itt is arra kell figyelni, hogy van egy legmélyebb hónapunk, tehát mindenképp első körben csak rövid távon tudunk kereskedni, és majd amikor ez szignifikánsan törik, ez a havi szint, utána lehet a nagy menetben gondolkozni, amire itt a következő időszakban jó esély is lehet, de itt most még egyelőre türelmesen meg kell várni a visszateszteket, és majd csak utána lépnék be. Ezt megjelölhetjük, mint potenciális lehetőséget, mert hogyha ezek beindulnak, akkor ezekben nagyon szép menetek tudnak kialakulni, úgyhogy megyünk is tovább, GBP, NZD. Itt is hasonló a helyzet, egy előző hónap szintjénél van az árfolyam, és a mai napi gyertyák úgy néz ki, hogy elég szépen beindultak a GBP párokon, úgyhogy erre érdemes lesz figyelni, viszont ezek a nagy gyertyák, ezek már nem túl jók belépésre. Itt a szintek környékén várni egy kis visszatesztet, és aztán, ha sikerül áttörni ezt a havi szintet, akkor itt a szint környékén valahol akár egy jó belépő is lehet, de ezekre még türelmesen kell várni. Ezt is azért megjelöljük, mint potenciális lehetőség, mert ebben is lehet még felfelé menet. Ha megnézzük az EUR/AUD-ot, ott már tulajdonképpen ugye próbálja törni ezt a havi szintet, viszont itt van egy napos szintünk. Ezért érdemes figyelni, mert lehet, hogy a havi szintet átviszi, és aztán megállítja ez a szint, visszatesztel, vagy akár felszúrhat idáig is, és aztán utána a visszateszt után keresnék már csak belépőt, mert már felszálló ágban vagyunk, tehát mindig a felszálló ágban vagy célárig kereskedünk, és utána megvárjuk a visszateszteket, hogy ne adjuk vissza a megtermelt profitot, mert ez volt az a jó belépő, ez egy csütörtöki napi gyertya volt, ugye itt volt az a nagy fordulás, az a nagy csapkodás, amikor jöttek a hírek, és ilyenkor érdemes ezekre a gyertyákra figyelni. Én itt már megvártam ugye a hetes gyertya zárását, és türelmesen ugye mindig megvárom azokat a visszateszteket, amiről beszélek, mivel fontos szintek környékén vagyunk, itt mindenképp első körben úgyis csak rövid távon kereskedhettem volna, és megvárom a következő visszatesztet, mert ez lesz a nagyobb menet felfelé, hogyha újra a havi szint sérül. Következő párunk EUR/NZD, itt azért már elég komoly menetelésen van túl az árfolyam, bár itt is éppen hogy csak sérült az előző hónap szintje, ami tulajdonképpen itt is az utolsó legmélyebb hónap, tehát el is érdemes figyelni, úgyhogy itt még nem maradtunk le nagyon semmiről, hogyha kicsit összefúzom a chartot, itt azért látszik, hogy tulajdonképpen még csak visszateszteltünk egy előző szakaszt, tehát itt majd arra kell figyelni, hogy ha itt elakad az árfolyam, akkor rövid távon jöhet majd egy kis NZD erősödés, meg kell várni, hogy ezek a szintek megmaradnak-e, és a szintek fölött tudunk-e maradni.
Itt mondjuk aránylag szignifikáns áttörésről beszélhetünk, és utána a következő menetben gondolkoznék felfelé, és ugye mindig a hetes szinttől a hetes szintig kereskedik, ezek a kék vonalak a hetes szinteket jelölik, tehát amikor elindul egy hetes sávom, ezekről beszélek mindig, ezek a hosszabb távú kereskedések, a hetes szint fölötti kereskedések, és utána hetes szinttől hetes szintig kereskedek. Most csak kíváncsiság képen ide ráhúzok már egy Fibonacci-t, hogy ez a hetes szintem, ez melyik Fibóval harmonizál. Itt mindjárt ráhúzok a legmagasabb és a legmélyebb pontra, és nézzük meg milliméter pontosan a 76,4-essel harmonizál, a napos gyertyán pedig a 88,6-tal. Ugye milyen érdekes? Viszont ha megnézzük, itt azért mindjárt 61-es Fibó szint környékén vagyunk, tehát ide várnám el első körben, itt várnék egyfajta visszatesztet, visszatesztelve ezeket a szinteket, és utána mehetünk újra felfelé. Ugye az első lába kereskedése ezért nehéz, mert van egy lejövetelünk, és ugye ezt nevezem első lábnak, amíg a Fibó 61 és 76-ig el nem jut az árfolyam, általában 50, 61 és 76 környékén, attól függ, hogy hol van fontos szint, és utána, amikor lefordul az árfolyam, utána jött a második láb, és onnan mehetünk fel a nagyobb menetre. És ezt nem tudom megmondani, hogy ez meddig fog elmenni, vagy melyik szintet fogja tisztelni, mert csak utólag derül ki, amikor már lefordult az árfolyam. És van, amelyiknél ugye a havi szintet simán átviszi, mint például itt, a GBP Audinál simán lefordult és lejött még egy körre. És ezt nem lehet tudni, hogy melyik devizánál, melyik színnél hogy fog viselkedni az árfolyam. Viszont amikor már kialakított egy legmagasabb pontot, és azt mondjuk, hogy innen lefordult újra az árfolyam, akkor már tudom tervezni, mert itt a visszatesztből akkor már biztosan tudom, hogy ezt a sávot meg fogja csinálni, és a második menetben lesznek a nagyobb lehetőségek, és ez már sokkal tervezhetőbb, tehát ennek az ABCD alakzatnak a második lába sokkal tervezhetőbb. És tudom, hogy ezek mind időbe telnek, és rengeteget kell várni, mire egy jó kereskedés lesz, és ugye aki szereti nyomkodni a gombokat, annak nagyon nehéz ezt megállnia, hogy ne üljön türelmesen a kezén, hanem nyomkodja a gombokat, de teljesen fölösleges, mert ezeket a folyamatokat türelmesen meg kell várni, ez a kulcsa az egész kereskedésnek. De megyünk tovább, az AUD-NZD-vel most nem foglalkozunk, mert ez fontos éves szintnél van, ott most egyelőre úgysem lesz a jó kereskedési lehetőség. Gyorsan ránézünk a katpárokra, USA dollár, kanadai dollár, ugye itt van az, amiről az előbb beszéltem, ez a W alakzat, itt előbb-utóbb úgyis megcsinálja ezeket a szinteket, fölé szúr, és aztán majd egy fals kitörése lehet, hogy simán visszajövünk ide a sávba, ezt türelmesen meg kell várni. Hogyha megnézzük a GBP kadot, ugye itt a fontos szintre jött le, itt viszont ugye már érdekes, hogy vannak kisebb fordulós gyertyák. Itt még esetleg azt meg lehetett nézni, hogy H4 és a napos szint közötti távolság az mekkora, de ugye van egy utolsó, legmélyebb napos gyertyánk, hetes szintünk, ez elég közel van a kettő egymáshoz, tehát itt arra számítok, hogy ha esetleg továbbra is megmarad a lendület, akkor egy heves mozgással hadd vigye át, ugye itt is itt vannak az előző havi szintek, tehát itt meglátjuk, hogy rövid távon tudunk-e kereskedni a visszatesztek után, első körben idáig, de itt simán akár beindulhat az árfolyam, és mehetünk nagyobb lendülettel is, de ezt türelmesen meg kell várni itt a folyamatokat. Itt mindenképp meg kell várni, hogy ide a trendvonal környékig eljön az árfolyam, jönnek és visszatesz, és akkor a lendületből újra be lehet lépni. Ezt egyelőre még nem bántanám, de a következő időszakban akár ebben is lehet jó belépés. Ha megnézzük az EUR-kadot, itt viszont már kicsit más a szituáció, az előbb is említettem, itt már napos szint felett vagyunk. Itt is akár lehet kereskedni a napos és a hetes szintek közötti távolságot, bár én ezt most türelmesen megvárom, hogy eljusson idáig, itt majd valahol jön egy visszateszt, és utána keresek majd belépési lehetőséget, ami egyben egy szinttörés is. Úgyhogy itt a katpárok közül ebben a kettőben gondolkoznék, mint lehetőség, a GBP kad és az EUR kad. Ugye az EUR kad előrébb jár, mert most az a domináns a GBP-hez képest, ez már szint felett van, míg a GBP kad még a napos szint alatt van, tehát mindig arra kell figyelni, ahol már történések zajlanak. Ha itt lemaradtunk, akkor mehetünk utána majd később a GBP kadra, mert ott még ez a szituáció nem alakult ki, és akkor talán arról nem maradunk le. De sosem szaladunk a piac után, türelmesen megvárjuk, és mivel itt most még a szint fölött nincsenek piros gyertyák, ezért türelmesen megvárom, hogy meddig megy el az árfolyam, jöjjön egy-két piros gyertya, és utána a fordulós zöld gyertyákba fogok majd valahol belépni. Kíváncsiabb, hogy gyorsan ránézünk az NZD kadra, és ott egy komoly lejtmenet van, ugye itt is azért most az utolsó legmélyebb napos gyertyát kialakította, itt az előző hónap szintje is sérült, itt még azért van lefelé menet, az outcut-ban, hát itt még ugye megtörpant a szint környékén, tehát itt most még a hetes szintünkre ült rá, kérdés csak az, hogy ez így marad-e, lehet akár egy rövid távú visszahúzódás, de ezek a technikai képek nem olyan szépek, mint az EUR-kad és a GBP-kad, tehát első körben a katpároknál erre koncentrálni,
akkor legvégül az euró GBP párom, nézzük meg, már jön is visszafelé az árfolyam, úgy itt most az elmúlt órákban elég komolyan beerősödött a GB, az angol font, úgyhogy itt most ugye itt van az utolsó legmagasabb napos gyertyánk, tehát erről beszéltem, itt vagyunk előző hónap szintjeinél, és hiába volt nagy kitörés, simán visszajöttünk ugyanoda, ahol beléptem. Itt a kérdés csak az, hogy milyen technikát használok, hogy kiülöm esetleg, és én nagyobb stoppot használok, vagy pedig itt elteszem a profitot, és majd a következő menetben újra beszállok. Ez már egyéni stratégia része, hogy ki hogy akarja ezt lekereskedni. Jó hír, hogy azért vannak elég szép elindult folyamataink, úgyhogy itt a következő napokban akár több kereskedési lehetőségre is lesz majd alkalom, úgyhogy ez mindenképp egy jó időszak lehet, úgyhogy ezt érdemes kihasználni és figyelni időben, és tényleg első körben mindenkinek azt javaslom, hogy ezekre a napos gyertyákra koncentráljunk, ne a 4 órásokra, mert amíg a naposon nincsenek meg ezek a zöld gyertyák, addig a 4 óráson teljesen fölösleges nézelődni, és a napos gyertyákban sokkal magabiztosabb belépéseket lehet csinálni, lehet, hogy kicsit tovább kell ülni a mínuszban, de utána szépen elindul, akkor utána gyönyörűen elindul az árfolyam, és akkor nem kell állandóan nézegetni a csártokat, és hagyjuk, hogy a piac tegye a dolgát. Jó, akkor ennyit volt nagyjából a piaci körkép, még gyorsan ránézünk legvégül kriptovalutákra is, hogy ott mi a helyzet, és aztán nagyjából ezzel fel is készültünk a hétre, úgyhogy a folytatás következik a kriptovalutákon. Itt is vagyunk a Bitcoin napos gyertyán, és jól láthatóan már be is néztünk ennek a napos gyertya szintje alá. Ugye múlt heti hírek azért elég komolyan a dollár erősödést preferálták, és így be is néztünk ide a szintek alá, de itt meg kell várni türelmesen, hogy itt mi fog történni. Ugye most pont ennek a szintjénél van az árfolyam. Kérdés csak az, hogy itt esetleg jön egy kis felpattanás, és újra elindulunk felfelé. Úgyhogy ezek azok az időszakok, amikor türelmesen meg kell várnunk azokat a bizonyos heves mozgásokat, mert itt jöhetnek ezek a gyertyák, és amíg ezek a gyertyák nem indulnak be, addig teljesen mindegy, milyen alakzat van, addig biztos, hogy nem kereskedni, és újra ugye tulajdonképpen a szintek fölé kell, hogy jussunk. Itt most akár le is húzhatom ide, mert ez már talán sérült is ez a szint, és ez lesz a legújabb mélypontunk, és amíg itt a napos szintek fölé nem zár az árfolyam, addig nincs teendő. Ha megnézzük az Ethereumot, szintén zenész, itt annyi a különbség, hogy itt még ez a napos szint nem sérült lefelé, de akár ez is megtörténhet, itt a következő napok eseményei eldöntik majd, hogy megyünk tovább lefelé, vagy esetleg vissza tudunk zárni a szintek fölé, és akkor rövid távon lehet majd kereskedni itt is. Hát jelenleg ezeket a lehetőséget látom a Forex piacán, a csártok és a technikai képek alapján, mindenképp egy jó hétnek nézhetünk elébe, azért lesznek belépők akár a vegyes csártokon, akár a főbb devizapárokon is, és a kriptokra is azért már érdemes lesz figyelni, úgyhogy ennyi lett volna a piaci körkép. Szeretném még egyszer megköszönni, hogy sikerült elérni a 2000 feliratkozót itt a YouTube csatornámon, és hogy ennyi pozitív visszajelzést kaptam a pénteki videóval is kapcsolatban. Hogyha héten bármi olyan történik, akkor úgyis trade alert formájában jelezni fogom, viszont egy nagyon fontos dolog, hogy amikor én felakok egy trade alertet, az nem azt jelenti, hogy azonnal be is lehet lépni. Lásd Euraud, ahol ugye türelmesen meg kellett volna várni a fordulós gyertyákat, és ez csütörtökön jött meg ez a fordulós gyertya, egy nagy momentum gyertyába, ott már akár be is lehetett volna lépni, de a lényeg az az, hogy nagyon figyeljetek oda arra, hogy a trade alert az csak egy lehetőség arra, hogy esetleg történhet a közeljövőben valami, de hogy ez mikor történik meg, azt előre nem tudom megmutatni, viszont a napos gyertyák azok általában beszédesek, úgyhogy azokat érdemes megvárni, ha az megtörténik, akkor esetleg be lehet lépni egy kis toppa, és akkor a szintől szintig való kereskedést lehet alkalmazni. Úgyhogy köszönöm szépen a mai figyelmet, hamarosan találkozunk egy következő videóban. Jó kereskedést a hétre mindenkinek, sziasztok!